Na, sziasztok, sziasztok, pízbéke mindenkinek. Egy kis rövid live. Én vagyok, gyerekek a kis háznál. Jó meleg van már. Begyújtottam. Ezt a hőmelegítőt, ezt ki is húzom. Most már elég lesz a történet. Gyerekek, intogetok itt mindenkinek. Edwin, Anita, Egon Huszár. Igazából összesen 8-an vagyunk, meg Szabó Bence is itt van, peace, béke neked is. Na, a gyerekök, legyüttem a kisházhoz. Délelőtt beröccsintettem igazándiból, aztán most le voltam mamánál, megkajáltam. Egészség. Pepsi. Még mindig van belőle, tegnap vettem. Mikor ide lejövök, akkor iszogatok belőle egy kicsit. De Szabina hoztál üdítőt most, meg azért víztartaléknak van itt egy ilyen citromlé. Azon gondolkozok, hogy egy kávét föl kéne dobni tényleg. Jó, most ne egy kávé, mert azért hideg van, mire ide leérök a falu másik végéből, az vagy hát egy olyan 20 perc van azért így gyalog. Aztán most nincs kedvem így biciklizni, úgyhogy gyalog jöttem le. Úgyhogy gyerekek, na, az van amúgy, hogy én nagyon sok mindenről igazából így nem szoktam így videóba beszélni, de nagyon sok nehézségem van, igazából nem csak anyagiak, anyagi nehézségek, annál vannak néha nagyobb problémák is, ugye, hogy hát így a anyámékról így meséltem már így videóba, hogy mi van, hogy ők is ilyen alkohol problémákkal így hát küzdködnek, most abba hagyták, már nem csinálják igazából. De voltam ma len náluk, és hát igazából eléggé feszültek, mert anyu ugye, hát így a szociális helyzeténél fogva így jogosult lett volna ilyen, hát ilyen olcsó szénre, vagy nem olcsó szénre, hanem ilyen, nem tudom mi ez, így a szegényeknek szoktak adni ilyen szenet, és akkor jogosult lett volna szénre igazából, aztán nem tudta időben leadni a papírokat, és hát most lemaradt erről a széntörténetről, úgyhogy emiatt feszült volt, nem voltak már gyógyszerei meg, ugye a mostani napokban már szerintem azért is volt eléggé rosszul, hogy nem voltak gyógyszerei, aztán így nagyon sokszor rám nyomja ezt a feszültséget, értitek, szóval, és ez, az ő feszültségét is így, szóval, azt mondta, hogy nem akarnak neki segíteni ebbe a dologba. Nekem úgy adta ezt elő igazából, aztán bementem vele így a hivatalba, és hát én is megkérdeztem, hogy hogy van ez a történet, hogy miért nem kapta meg így a szenet, és igazából az van, hogy nem adta időbe le a papírokat, és lecsúszott erről az egészről, és akkor sokszor rajtam csattannak ezek a feszültségek, gyerekek. Igazából az van, hogy én örülök neki, hogy így elkezdtem így jó útra térni, meg már így nem kell, hogy piáljak. Nem nagyon hiányoznak ezek a plusz feszültségek. Hát ugye ez van, gyerekek, amúgy meg hónap már indul a meló. 7:30-ra megyünk szállítani, aztán lesz egy kis zseton, nagyon megfogyott a pénzem. Ugye az az igazság, hogy anyám adott nekem egy 10 rugót, most kapott ilyen nyugdíjat, és ideadott nekem 10 rugót, mert hogy én is segítettem már nekik, így a nyáron, elég sokszor, hát ugye a nyáron jó kerestem, napi 10-12 ezret, aztán akkoriban így elég sokat segítettem így nekik, szóval vittem kávét, meg adtam 1-2 000 forint költőpénzeket így pár napont, amikor láttam, hogy már nincs nekik semmiük, akkor úgy azért segítettem, aztán hát, na, szóval sok pénzük elment, és akkor ez is így kicsit azt érzem, hogy így rám van nyomva, gyerekek, hogy most én kaptam ezt a 10-est, úgymond, igazából. Persze visszasegítem nekik, meg minden, meg is mondtam, hogy most úgy is dolgozok, már az van, hogy majd segítek nekik én is, mert tudtam, hogy el fog fogyni amúgy is a pénzük, meg amikor nem szokott lenni már pénzük, akkor én szoktam így segíteni, vagyis mostanában én segítettem, ugye, mert hogyha nincs is bejelentett munkám, de az én alkalmi munkákat szoktam csinálni.
és akkor abból keresek így valamennyi zsetont, most egy olyan 15-öt kerestem ebbe a nyúlhajtásba is. Jó, abból adtam nekik, de így kölcsön, igazából azt vissza is adták, meg hát így úgy voltak vele, hogy igazából adtak egy 10-est, aztán azért, mert én is segítettem nekik, meg mondtam, hogy majd fogok is segíteni, hogyha tudok. De ezeket a feszültségeket, gyerekek, nagyon, nagyon nehezen viselem, amikor anyu így rám rakja ezeket a dolgait igazából, mert nem az én hibám. Úgyhogy ez van. Én elmondtam igazából azt is, mikor benn voltunk, hogy és sose kértem ilyen segélyt, az volt, hogy kértem. Ugye múltkorában is az igazság, hogy kérnem kellett egy kisebb összegű segélyt, de ilyen fát, meg ilyen szenet, meg ilyesmit én sose kértem, meg ahogy láthatjátok is, én megoldom ezeket a dolgokat igazából, szóval rengeteg fa van itt, nem vagyok lusta kivágni a fákat, meg begyújtani, meg ilyesmi igazándiból, de az van, hogy anyunak azért lett volna jó ez a széntámogatás, mert ugye én nem vagyok állandóan itt ennél a háznál, és mikor összevesznek most a faterral, akkor ő, ugye ő itt szokott lenni a háznál, aztán gondolom ezért kellett volna neki a szén, vagy hát nem tudom valószínű, mert ő nem tud fát vágni igazából, aztán én meg nem mindig vagyok itt, meg nagyon sokszor én oda voltam az ország más részén igazából dolgozni, és na szóval azzal a szénnel tudott igazából így jobban tüzelni, amikor itt volt így a háznál. Úgyhogy ez van, gyerekek. Hát mit mondjak, még várom a hónapi melót, mert nagyon megfogyott a lecsó, aztán abba bízok egyébként, hogy hát, hogy mondjam már, ja, ősszel, ahol dolgoztunk, oda megyünk most ezt a liba témát megcsinálni igazából, ezt a pakolást, és hát tök jó lenne, hogyha így maradhatnánk így melózgatni ott. Hát igen, a kisház felújítás, jaja, erről is szeretnék egy kicsit beszélni, szóval az van, gyerekek, hogy én amúgy simán meg tudom ezt a házat csinálni, szóval nem arról van szó, nem minden a pénz, szóval inkább itt a, hát a fizikai munkát kell ráfordítani így erre a házra, javarészt, persze pénzben is sok lenne, meg minden, de a javarész inkább így fizikai ráfordítás, ugye, hogy megcsinálgatni, amúgy is festő vagyok, szóval valamennyire értek ezekhez a dolgokhoz, aztán meg tudom csinálni, de hogy mondjam már, szóval az a baj, gyerekek, hogy anyám gondol egyet, és van, volt olyan, hogy na, így eljön, vagy eljöjj ide cirkuszolni, vagy elküld innen, és akkor mamámnál kell, hogy legyek, szóval azért lenne jó, hogyha lenne egy saját házam igazából. Szóval az van, hogy erről is keveset beszéltem így, hát így videókban, de nekem az egész gyerekkorom igazából egy ilyen menekülés volt, vagyis hát régebbi videókban talán beszéltem erről még a régi csatornámon, meg a régi videóimban, hogy az egész gyerekkorom ilyen menekülés volt így a piás, mostóapák elől, a sok rengeteg veszekedés elől, sokszor mamámnál voltam, aztán visszajöttem, aztán megint volt valami balhé, megint el kellett mennem, szóval én állandóan így úgymond költözködtem gyerekkoromban, vagy ilyen menekülés volt az egész gyerekkorom, rengeteg balhét végig kellett néznem, ilyen piás történeteket, meg hát így tudnák mesélni így részleteket is, de most azt így igazából nem nagyon akarok, mert eléggé durvák vannak, hogy miket éltem meg így gyerekkoromban, rengeteg balhét. Egyrészt ez is, hát lettem én is úgymond így alkoholista, mert nem bírtam már ezt a nagyon sok balhét, meg piás veszekedést igazából elviselni, és rájöttem, hogy amikor én is itt iszok, akkor már nem érdekelnek ezek a dolgok. Szóval, hogyha én is piás vagyok, akkor jobban elviselem a részegeket, na igazából. Aztán beleragadtam ebbe a dologba, aztán én is így alkoholistává váltam. Patrik Máté, Pisa, Humvóta, na gyerekek, szóval, na most erről is beszéltem egy kicsit. Zoltán Martonosi, téged is üdvözöllek, Peace, béke. Na jó van, gyerekök, de jó, jó forró most már kályha. Tök jó idő lesz így, gyerekek. Aztán remélem, hogy nem lesz semmi gáz.
Agyú is majd lenyugszik, aztán helyre kerülnek szépen lassan a dolgok. Tényleg egy albérlet jó lenne egyelőre, vagy egy saját lakás, szóval, ja. Patuskával is beszéltem ma, szoktunk így messengerön beszélni, és akkor ő is mondta igazából, hogy az lenne barátnőmmel nekünk a legjobb, hogyha így saját albérletünk, vagy saját lakásunk lenne. Ja. Na, jó van gyerekek, ennyi lett volna ez az utolsó live már, mára. Most elköszönök tőletek, szia Patrik, téged is üdvözöllek, sziasztok, pisz, béke. Ha hum volt, csak.